Zene Azio. Megkérdezhetjük, hogy mit vársz a választástól? Hogy miért jössz el szavazni? Hát jót várok tőle. Tehát mit szeretnél? Hogy jól legyen mindenkinek. Ne csökkenjen semmi. Mondjuk ez a zárcsökkentés, személydíjcsökkentés. Mi az a zárcsökkentés? Én csak hallottam, hogy dobnak fel ilyeneket is. Meg minden drágaság van, sőt a pénzünkből csökkentenek le sokat. De hol csökkentik az árat? Hát gondolom, hogy ebben. Hogy gondolom, de kik? Hát gondolom, ezek a kormányi tagok, hogy gondolom szétdobják én. Mert ön most kormányzati tagokra szavazott? Nem. Csak hogy gondolom, hogy hát tehát mindegy, az a lényeg, hogy én azt szeretném, hogy valami jobb lenne. Jót érzem. Észrevette, hogy figyelem, odajött, s megpróbáltunk szót érteni. Nem leheted, mi ez? Mi ez? Nem leheted, mi ez? De mi ez? Szipó! Hol vetted? A nagy patikába. A nagy patikába? Igen. Majd megnevelem én minden ide bemegyünk. Nézd meg, hányan ide minket figyelnek. Látod? Gugád legyen tizenhat. Mind ide baknak minket. Milyen vezetőt látna szívesen az ország élén? Micsoda? Nem értettem, jó? Milyen vezetőket, politikusokat látna szívesen az ország élén? Hát normálisat. De ez alatt mit ért konkrétan? Semmit. Mert én nem tudom, hogy milyenek. Legyenek jók, hogy belegyen, hát hogy, na, hogy legyen, azt mondja, legyen olyan, hogy... Ismeri a miniszterelnököt? Gyurcsánt! Ismerem! Rafinát! Nem csípom azt az embert. A tévében mindig szokták mondani, hogy nem csípom. Mi nem tetszik rajta? Mit olyan gizda, meg... Mit tudjam én? Mit tudom, olyan ellenfeles nagyon. Nem csípom. Azt ad, de nem szék. Szék! Nem jó. Mondom, azt ad, de nem szék. Na, akkor mi? Jó napot kívánok! Megtetszen állni egy pillanatra? Hát én miért mondom az igazat? Elvesz a Georginát, hazahozta, akkor igazé. Ötben bevitték a börtönbe, majd csaurilt, kacagat tördelbe. Hazahoztuk, elkezdik mindent. Itt leszek, bevitték, az anyja megkurvult. Idősebb pasikra buksz? Igen. Budi ellen? Ő humoros? Humoros pasi, bejönnek neked? Hát igen. A szex? A Woody Allen is? Tessék? A Woody Allen is szép? Hát annyira nem az ideálom. Tudod, hogy ki jön? Nem. Miről beszélgetünk? De az nő egyébként, nem? Tessék? Az nő egyébként, nem? Woody Allen? Igen, egy ilyen svéd úszónő. Na, hát akkor... Na, hát tudod, erről beszélünk. Mi mondtad? De így pontosan így az arca nem ugrott be, azt tudtam, hogy nő. Na jó, van, oké. Jó, nem mentem bele csőbe, mert tudtam, hogy nő. Okay. Egy pár bevezető kérdéssel szeretném az agyát megtornáztatni. Az előző kérdésem egy kicsit szerintem könnyű volt, de most nehezítünk rajta. 7x1-re szeretném a választ. 52. Még egyszer parancsolja a választ? 52. 7x1 az? 52. Jó? Mert tudja, igen. Kihez tudtak segítségért fordulni? A pápai tanácson. A polgármesterné, a Jenőnél. A polgár úrhoz. A Jenőhöz. Polgár úr Jenőhöz. Kihez fordultak segítségért? A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. Tehát a polgármesteri hivatalba a polgár Jenőhöz. Igen. Jó? A polgármester hivatalhoz a Jenőhöz. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz.
Akkor igazi. Hát nem lesz az, hogy a nagyapja azt mondja, mondom, a fiam, a börtönbe nem lehet ez valahogy jönni. Hazahoztuk, neveltük igazi. Az anyja megkorult, elvitte a hat irányba. Az egy jófaromba. Embervel volt félni. Az a kérdésem, hogy mit vár a választástól? Hát ne, most én mit mondjak? Hát jó, hát szerintem mindig egyforma. Ha, mit tudom én, hogy mondja magának, hogy a polgármester bárki lehet csinálni az, de szerintem mindig egyforma. Mindenki a zsebére játszik. Nem szerintem. Itt elárulja? Nem. Szerintem munkalehetőség, ha lenne, akkor nincsen munkalehetőség. Itt Tiszavasvári, mit tudom én, hol van, hol nincsen, de itt Vasvárban nincsen. Mit szól az, hogy újra kijöhet a víz ide? Hát, annyit tudok mondani, hogy hát lehet, hogy nem fog kijönni a víz, mert hogy mondjam, lehet, hogy nem biztos, hogy kibőzni. Ha a lassú árvíz kimegy, tehát ha lassú árvíz védelem, tehát a lassú elmegyen, akkor a víz elmegy. Négy lába van, asztal, de nem szék, akkor mi? Minek van mi négy lába? Kecske. Nem jó. Az az előbb nem volt jó. Nem jó. Lúna. Lassan. Négy lába van, asztal, de nem szék. Na. Nehéz kérdés. De a gátvédelem az már nem mindegy. Na most olyan van, hogy tehát a maga a gátvédelem az egy speciális téma. Ott olyan van, hogy hát meg kell erősíteni a gátakat, tehát összvonalba. Tehát lehet tószegik, minden felfele le kell, ezzel biztos. Ha egy zsák 2000 forint, akkor 7 zsák hány ezer forint? 7000. Mennyi? 7000. Igen. Inkább leveszem a szemüveget, hogy szemben nézzünk. Mert nem szeretek olyan szemüvegen keresztül nézni egy hölgyel, vagy egy úrral, vagy a közönséggel majd, aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Cigány gyerek vagyok, bár nem vagyok buta. Gyere csak ide, kisfiam, gyere ide apához. De én most bemegyek, azt megölöm a polgármestert. Mi van? Azért van, hogy a szegény embereknek meg legyen teremtve. Öngyilkossági gondolat keringet sokszor. Azt mondom, nem szabad meghalnom. Mert ott a három gyerekem, akit fel kell nevessek. Mit nevel? Olyan biztos vagyok. Hallgass, gyere vissza! Hallom! Mert elmondom a lelkemnek a gondját. Szeretném, hogyha ezt te továbbítanátok. Mert azért vagytok, a média azért van, hogy az embereknek a gondját és problémáját megoszta a várossal. Mi folyik itt? Miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek be szavazni? Hát azért tartottunk fontosnak, hogy hát legalább mindenkinek is fontos legyen, őknek is fontos legyen, hát ez valamit. Csak az életért, csak csináljunk valamit. Hogyan tájékozódott a jelöltekről, tehát hogy hozta meg a döntését, mennyire vett részt aktívan a kampányban? Aktívan? Hát azért, mert én csináltam félig, és hogy hát szeretném én is úgy, hogy az ország valamit dönt magáról, hát na, valamit dönt magáról az ország, úgyhogy hát... És az nem, ez erősítéssel kapcsolatosan a gátvédelem az olyan, hogy lent és fönt. Mindenütt meg kell erősíteni, lényegében az van. Na most a másik az, hogy elnézést. Jó, köszönjük szépen. Minek alapján hozta meg a döntését, hogy kire fog szavazni? Én csak gondolatba.
szavaztam, akit látom, hogy jó, arra szavaztam. De valahogy csak tájékozódott a 31 jelöltről és a 4 polgármester jelöltről. Igen, de... Na, nem tudom, hogy milyenek lesznek, komolyan mondom tényleg, de szerintem jók. A barátaival mennyire volt fontos téma mostanában a választás, vagy ismerőseivel, családjával? Hát most mit mondjak magának? Hát fontos volt ez a válasz, mármint nem mond, fontos volt. Mert megmondom őszintén, hogy hát, mit mondjak magának? Nem olyan fontos volt ez a választás, mert jelenleg hát, mit mondjak magának? Az igazság, hogy mindenki szeretne valami jobbat csinálni. Szeretnének mondjuk esetleg ilyen univerzális balhékot csinálni, meg bulikot csinálni itten Abonyba. Meg ezt, ami volt is pénteken, hogy vannak ezek a bulik, meg stb. De most választás van. Nem lehetne arra korlátozódni? Lehetne arra korlátozódni. De jó, van. Igen, ők van. Igen. A helyzet a következő. Jó, helyzetek. Az védelmi kapcsolatoson. Tartom én, jó? Jó. Nem, nem kell. A 4 polgármester előtt az Nagy Csaba, Dr. Gondos Csontos, Dr. Csontos László, meg a harmadikat azt nem tudom. De 4 van. Akkor a másik kettő az nem tudom. És a jelöltek közül, a 31 jelölt közül esetleg tud valakit, akit tüzetesebben átnézett, a munkásságát megnézte, egyáltalán az alkalmasságát megnézte, akár újságban, tévében, interneten, kiadványban? Nem. Nem néztem meg. És akkor így nem volt egy kicsit nehéz döntést hozni? Hát nehéz döntés volt, de döntöttem. Egyik párt a másik, de szeretnék erre jutni, hogy hát legyen valami. De mennyire beszéltek róla az ismerőseivel, amikor mielőtt eljöttek volna szavazni, hogy lenne jobb? Én nem beszéltem szóval az ismerőseimmel, de megbeszéltem, hát úgy, hogy mindenki arra szavaz, amit akar. De én erre a pártra szavaztam, őszintén még mondom, nem mondom most, mert nem nyilvános, mert nem szavaz, mert kampányban. Úgyhogy hát, nem tudom én sem. A gátvédelem az, na adjam már ide, na. A gátvédelem lényegű, azt meg kellett volna erősíteni az összvonalba, és Nem tudom most. Jelenleg, úgyhogy nem tudok nyilatkozni annyira magának most jelenleg. Legyen tánc, táncest, meg ilyen, hogy programok legyenek, mit tudom én. Mármint, hogy hol a beparkosított házak előtt például? Nem, például a játszótéren legyenek táncest, akik énekelnek, hogy ki lehessen nyugodtan menni a parkba, mert eddig nem lehetett kimenni a parkba, mert nem volt semmi, ami jónak látnám, hogy ki érdemes lenne menni. Szóval, hogy ki lehessen érdemes legyen kimenni a pályára, hogyha valami. Én azt szeretném, hogyha az volna, mint ezelőtt mondjuk 4-5 évvel volt, ami mondjuk eddig is volt, 4-5 évvel. Én azt szeretném. És elmondja nekünk, hogy mi az, amit szeretné, és mi volt 4 vagy 5 éve? Hát most mondtam el. Interneten ben voltam, meg minden. Köszönöm szépen, egy nagyon aranyos tészta. De mindegy. Jó. Kecske? Attila! Harmadik, ami tapasztalatai... Anya, te szeretnéd, hogy boldog legyek?
Igen, persze. Jaj, de aranyos, hogy is bármit megtennél érte. Persze, hogy megtennék. Na, akkor adjál egy ezrest. A következő lépés az, hogy lájkold a Facebook oldalamat, amit már öten lájkoltak, ami